Üdvözlöm a kedves nézőket, ez az Európod első podcastja, így a futballmentes időkben úgy gondoltuk, hogy beújítunk egy ilyennel az oldalon, és hogyha esetleg tetszik nektek, akkor a jövőben a bajnokságok közben is csinálhatunk hasonló tartalmakat. Hát első vendégem az Mellinger Boton, ugyanolyan futballrajongó. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! És máma összeszedtünk nektek fejenként 5-5 csapatot, akik szerintünk a saját bajnokságukban iszonyan alul teljesítenek. Ezt az 5-5 csapatot nem mondtuk el egymásnak, tehát itt a felvételen fog kiderülni, hogy mi az. Bár sikerült egymásnak egyet üzenetbe spoilerezni. Szóval érdekes volt. Tehát lehet, hogy ugyanaz lesz az 5-5 csapat, arról lehet, hogy jobban el fogunk tudni beszélgetni, de kíváncsi leszek. Na, hát akkor te melyik 5 csapatot gyűjtötted össze? Legelsőnek én a West Ham United csapatával kezdtem. Na hát én őket nem jöttem fel. Mondj egy csapat. Nem. Utána a Betis jött. Uh-huh. Aztán a német bajnokságból a Frankfurt szúrt nekem szemet. Uh-huh. Befejezésül pedig két olasz csapat jött. Na. A Fiorentina és a Torino. Na, egyel találtuk telibe egymást. Én is felültem a Fiorentinát. Hát akkor most lehet nagy röhögés lesz, de én elsőnek fölírtam az Arsenalt. Igen. A másodiknak a Spurs. Igen. Hát negyedik csapatom a Werder Bremen. Az nekem valami nagyon szemet szúrt, nem tudom. Csúnyán állnak. Nem tudom, én ott azt hittem, ezt el is felfogod, mindegy, és hát utolsó csapat az Espanyol nekem, ami ütött egy Gellert a monitorba. Hát a tavalyi évekhoz képest, igen. Igen, hát akkor melyikkel kezdjük? Igazából akkor kezdjük a West Ham-mel szerintem, így ütöttél volna össze. Hát igazából West Ham-nek szerintem egy elég jó keret van ahhoz képest, hogy jelenleg a 16. helyen állnak és a kiesés ellen küzdenek. Finoman szólva. Igen. Van egy volt bajnok edzőjük. Volt. Igen. Ugye Pellegrino van szó, aki ugye a Real edzője is volt. Hát igen. És leginkább az bosszant az egész szezonjukban, hogy olyan játékosaik vannak, mint Fabianski, Diop, Rice, Haller, Felipe Anderson, Fornals. Hát velük tényleg nem így kéne állniuk szerintem, hanem mondjuk szintem lehetnének a Wolverhampton szintjén a játékosaik alapján. Hát igen, azért ebbe a, hogy fogalmazzak, ebbe a Premier, aki régebben követi a Premier League-et, azért ott láthatjuk, hogy azért a West Ham rendesen bevásárolt igazából az utóbbi évek alatt olyan igen játékosokkal, akik hát nem erre a szintre lennének alkalmasak, szerintem. Nem tudom, hát te hogy vagy vele, tehát ez a Felipe Anderson transfer, hát kisebb csoda, meg számomra azért eléggé nagy vicc tárgya volt, hogy elhozták a United elől, és láthatjuk, hogy nem úgy sült el ez a transfer sem. Ahogy gondolták. Ahogy gondolták azért. Hát az elmondhatjuk, meg az oldalnak is van ugye Premier League Fantasy bajnoksága. Hát igen. Én nem rak. Hát igen. Egy fordulót volt nálam is. Hát igen, én is nagyon úgy vártam, hogy ő megváltja a világot idén, de eddig finoman szólva nem váltja be azokat a reményeket ő, és igazából úgy beszélhetünk az egész csapatról is. Hát a West Hamben szerintem egyetlen egy játékos van, aki beváltja a reményeket. Fabianski. Hát igen. De ő is igazából, ő is az a játékos, aki hát ugye az Arsenalos karrierje alatt nagyon sokan leírtak. És hát igen, ott alul teljesítette magát. Hát igen, tehát nekem tipikusan az a játékos, aki, vagy az a kapus, inkább ilyen kapusfajtáról beszélnék, aki nem arra alkalmas, hogy egy-két lövés jön, és azt az egy-két lövést azt ugye kivédi, ami ugye bravúr vagy gól lenne, hanem igazából olyan kapus, akit be kell lőni. Igen, konkrétan bravúr kapus. Hát nagyon durván bravúr kapus, és
És egy ilyen csapat mögé pontosan ő kéne, csak ezt előse sikerül gondolom teljesíteni. Nem tudom, igen. Hoztál előlük valami részletesebb kapogól, vagy lőtgó statisztika? Hát a lőtgó statisztika, 35-öt lőttek idén. Nem mondom, hogy ez nem rossz, de nem is jó. Szóval el is tök, de leginkább hátul van baj, azzal az 50 kapott góllal. Hát igen. És a védelmükből az egyetlen, mert szerintem aki a konkrétan a Premier League szintet megüti, az Diop. Igen, ebbe tényleg van valami. Mert például Cresswell, Ogbonna, nekik jól cseng a nevük, de szerintem túlértékelt játékosok, és ez a kapott gólokon meg is látszik. Hát igen, azért Cresswellnél szokták hangsúlyozni, hogy mekkora szabad dugásokat szokott ülni, csak nem tudom, hogy ez a fő erénye egy balszélső rúgdőnél. Igen, a United-el láttuk is, hogy a rugó technikája az jó. Igen, hát láthattuk. Nem tudom, de javíts ki, ha nem így van, de nekem ez az edzőváltás ott, nem tudom mikor volt pontosan, olyan január elején, ugye David Moyst visszahozták. Abba se láttam a relációt amúgy, hogy miért pont Moyst, de igen. Hát, abban én sem. Hát ugye Pellegrini, hogy kezdtük már, nem váltotta be hozzá a fűzett reményeket, pedig azért egy elég neves edzőről van szó, és hát Moyst így finoman fogalmazva szerintem arra nem alkalmas, hogy egy jó keretet felvigyen az elithez, ami a West Ham-nél elvárás kéne, hogy legyen a klubba töltött pénz alapján. Igen. Meg hát ugye a vezetőség se feltétlen alkalmas a betöltő posztjukra, tehát a nagyon sok olyan blogger így a Britanniánál is szoktak úgy fogalmazni, hogy közveszélyes barmok ülnek ott. Mindenki értékelje, hát konkrétan. Hogy akarja. Szerintem ez a West Ham körülbelül... Hát meg ugye igen? Nincs folytonosság az egész csapatban. Az edzők jönnek, mennek, minden nyár elköltenek egy rakat pénzt, és semmi nem látszik meg bele a szezonba. Hát most mondjuk... Szezont mindig brutálisan gyengén kezdik, elég csak megnézni az utóbbi három szezonból a nyitó meccsüket. Hú, hát... Igen, ott a... Ha nem csal a memóriám, United ellen 4-0, Liverpool 4-0, City 5-0 volt az utóbbi három nyitó meccsük. Nem vagyok benne biztos, hogy ott egy De igen, tehát katasztrofális ez a helyzet, ami ott... Általában mindig úgy októberhez picit magukhoz térnek, aztán próbálják stabilizálni a helyüket. Aztán egy a 8 kötője 12. hely valamelyikén. Hát igen. Jobbik esetben, igen. Na, mivel folytatjuk? Jöjjön a te első csapatod. Az Arsenal? Igen, hát akkor az angol csapatokat vesézzük ki az elején. Hát akkor vesézzük ki, jó. Hát igen, ez az Arsenal, hát, aki úgy néz tabellát, annak nagyon régóta a szemet szúrhat az, hogy csak a 9. hely, és voltak, hát ugye klubtörténelem volt, hogy az alsóházban is voltak ilyen, nem is tudom, 3 fordulón keresztül, vagy 2 fordulón keresztül? Tehát... Hát, elég sokáig ott voltak a 8-12. Hely között. Hát most is ott vannak igazából. Hát igen, ez az Arsenal, ez vele így megvan romolva. Tehát ez az Emery korszak, ez azért tavaly is látszott, hogy nem feltétlen halad jó irányba, de azért nem reális esély volt a 4. helyre konkrétan az utolsó fordulókig, és ha mondjuk ott emlékezhetünk, hogy egy Brighton elleni 2-1-es szégyen teljes, tehát az ellen a Brighton ellen, aki teljesen kiégett Hughton volt az edzője, és az ellen a Brighton ellen sikerült gyalázatos teljesítmény mutatni ez a 2-1, és ott derült ki igazából, hogy ugye meg kell nyerni az Európa Ligát, hogy a Bajnokok Ligájába indulhassanak, és ugye hát ez csúnya lett a vége. Finoman szólva. Hát igen, és akkor itt már látszott az, hogy ez nem biztos, hogy jó irányba halad, de itt azért még meg lehetett azzal magyarázni, hogy azért ehhez még idő kell, azért építkeznek, bedőlt a forma, mert azért Emeryvel is produkáltak egy hatalmas formát, de nem úgy sült el. És hát akkor elkezdődött az idei szezon, ami meg...
oké, hogy most kezdenek kiegyenesedni, és talán nekik tette ezt a legrosszabbat, ez a járvány, mert ugyebár egy 3 meccses nyereségi sorozatban vannak. Hát én még ehhez hozzáraktam a United-ot, akinek talán a legrosszabbat tette most. Hát igen, igen, igen. Ez a két csapat talán. Sem benne van. Hát ugye az Arsenal az idén még a Premier League-be nem szenvedett vereséget. Hát szerintem lapozgathatjuk a történelemkönyveket, hogy mikor történt ilyen is. És hát nagyon messzire kéne menni. Tehát azért még a Wenger éra bőven, amikor ez megtörtént. 2004-es szezon. Na hát, igen, az ott összejött. De igazából láthatjuk, hogy hatalmas problémák vannak itt minden szinten, mert hogyha tényleg nem lenne egy Aubameyanguk, szerintem én megkockáztatom, hogy itt a felsőház jutással is lennének gondok, mert hát a védelmet ez a David Luiz transferrel, ami hát nagyon sok Arsenal szurkoló szerint az év igazolása lehetett volna 8 millió fontért, de hát látjuk, hogy nem így történt. Tehát még ugye az Emery éra alatt ez mondta rá a bélyegét, hogy piszok sok gólt kaptak, és igazából azt nem értettem Emerynél, az Emery éránál, Emery korszaknál, hogy mindig az volt, hogy sose a legerősebb csapatot küldte föl, és Artetánál ez is kiütközött, hogy ezért folyik most már jobb munka, hogy egyszerűen fölküldi a legjobb csapatot. Tehát Emerynél ugye elképzelhetetlen volt az, hogy Lacazette, Özil, Aubameyang például a tavaly szezonban együtt pályán legyen. Ehhez még ugye hozzájön Nicolas Pépé, és egyszerűen Arteta meg fölrakta a lehető legjobb kezdőt ezekkel a játékosokkal is, akiket említettem. Fölrakta őket a kezdőbe, és láss csodát, nyernek meccseket. Tehát, hogy igen, döntenek kijönni a gödörből, de azért messze még az alagút vége. Hogy azért láthassunk egy ilyen Liverpooli feltámadást, mint amit ugye most ugye Klopp-ére alatt látunk. Hát én az Arsenalon gondolkoztam, hogy felírja, de végül úgy voltam vele, hogy edzőcsere, most úgy látom, hogy megindultak a helyes úton, ezért inkább nem írtam fel őket, mert az eddig látottak alapján Arteta szerintem stabilizálta a helyzetet, és jó, idén ebből már valószínűleg nem lesz semmi, például az Európa Liga miatt se. Hát az is, igen. És viszont tényleg szinte a helyes útra tértek. A fiataljaik jól mennek idén. Hát igazából az azzal szurkolóknak abban kell reménykednünk, hogy abban meg ne hagyja el őket a nyáron. Hát igen. Mert akkor bajok lehetnek. De nem tudom, hogy az átigazolási politika is, tehát hogy Magyarországon is nagyon sok arzenálos oldal működik, és ott konkrétan a vezetőség az egekig lett magasztalva, hogy mekkora igazolások, tehát az Nicolas Pépé az elég nagy igazolásnak számított a nyáron. Hát, hadd mondjam így, finoman megfogalmazva, hogy szinte Pépé leigazolása felesleges volt, és csak, ez így csúnyában, hogy mondjam, farok méregetés volt. Hát igen, az egy kicsit látszott, hogy még tudunk egy nagy játékost igazolni, de nem jött be. Nem is, de ez nem biztos, hogy PP-nek a játékstílusát, meg a játék tudását becsinéli, csak hát igen. Nem biztos, hogy az edzői hozzáértés párosult emellé. Hát, többek között Emery belőle se tudta kihozni a maximumot. Hát igen, pontosan. Hát szerintem az Arsenalt azt kivégeztük így nagy vonalakba. Akkor jöjjön a Tatarám, nem? És akkor meg is jönk az angol csapatokkal, igen. Ja. Hát a Spurs igazából tőle azért lehetett többet elvárni, mert azért mégiscsak egy bajnokok ligája döntőt játszó csapat volt tavaly, és azért ezt a Pochettino korszakot azért elég csúnyán sikerült lezárni, mert azért nem mindenki ilyen búcsút várt, és ide lett hozva ugye egy olyan edző Mourinho személyébe, aki hát mondhatom így, akkor az eredményességben még mindig példátlan szerintem a futball világában. Tehát nagyon eredményes edzőnek mondhatjuk, azért United-dal is ahhoz képest, hogy nem volt egy nagy korszaka, nyert kupákat. Nem lehet letagadni, tehát nem lehet elvitatni tőle, hogy tényleg nyert kupákat. A
nem is a legrangosabbakat, de azért mégis csak volt, amit a magasba lehetett emelni, szépen szólva. Ja, szerintem ő azért a következő szezonban, talán az utániban egy kicsi stabilizációt majd tud adni a tatáremnek, de hosszú távra nem lesz olyan megoldás majd. Hát igen, azt szerintem se. Tehát ugye nem is arról híres. Hát nem is arról híres, hogy túl sokat eltölteni egy csapatnál. Jó, azért itt beszélhetünk most a Lipcsei BL kiesésről, de szerintem... Ebben annyi volt. Szerintem ebben, tehát tényleg ez most már olyan szinten eljött ebben, hogy... Szerintem... Akik, ja, mondjad. Hát, bocsi, hát, hogy akik... Tényleg, aki élt és mozgott védőt például, az becserél. Tehát 4 egészséges védője van ennek a tapenemnek, és azok is tudjuk milyenek, azért Szerzsó Rié nem biztos, hogy a legélesebb és a fiókban, hogyha védekezésről van szó. Viszont Tanganga jó utóhalad. Hát igen, azért Tanganga tényleg nagy felfedezett volt, hogy látom benne a régi Mourinho-s daráló embereket, tehát a Ivanovic, Csivu. Motta. Tehát azért látszik, hogy ő jó. Mourinho kompatibilis. Igen, szépen szólva Mourinho kompatibilis, de hát igen. És hát azért ez a BL kiesésnél én nem írnám le őket ennyire, mert tényleg... Hát azért szerintem nincs olyan csapat, akit ne viselt volna meg, ha konkrétan a két legjobb játékosa lesérül, a harmadik legjobb játékosokat tényleg eladják. Hát igen. Szóval azért eléggé. És hát azért a bajnokságban elfoglalt helyétől is látszik. És... Hát hogyha viszont most csapatról beszélhetünk, akinek jót tesz ez a kényszerpihi, akkor a Spursről, mint csapatról biztos, hogy beszélhetünk, mert igen. Azért itt, okay. Itt elég nagy gondok vannak, és meg ugye Kén is visszatérhet. És még Son is. Ja igen, és még Son is. Most annyira nem tudom. Bergwijn is lesérült ugye az utóbbi egy-két mérkőzésre. Hát igen, ugye Bergwijn, aki egyébként... Eddig meglepően jó szerintem. Igen, én is ezt akartam mondani. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz, és hogy Mourinho-nál ennyit tud játszani, és ilyen jól tud játszani, de meglepően jól játszott, ugye City ellen bedobott gól. Megkapta a lehetőséget. Elég érdekes mérkőzés, hát persze teljes mértékben azért. Itt ez mégiscsak egy olyan csapat, a Spurs, ahol ha tényleg teljes keret lesz, és ezt Mourinho is nagyon sokszor elmondja az interjúiban, ha tényleg teljes keret lesz, akkor szerintem lehet miről beszélni. Igen, főleg ha Lévi áldoz az igazolásokra nyáron majd. Hát igen, ami nem volt ő túlságosan megszokott. Hát igen, akkor szerintem most jöjjön a te második csapatod. Másodikként én a Betiszt írtam fel. Na, én őket nem. 12-ek a bajnokságban, szóval igazából nem állnak olyan nagyon vészesen, csak rápillantok a keretükre, és olyan embereket láttak, hogy Bartra, Canales, Iglesias, aki ugye 17 gólt rúgott az Espanyolba a bajnokságba, előtte az Zaragozával 22-t. Ugye legnagyobb név Fekir, hát aki azért finoman szóval hatalmas meglepetés volt, hogy itt kötött ki. És hogy ennyi pénzért. Igen. Hozzá. Ugye itt van Teljó is, aki hatalmas tehetségként indult a Barszából. És annyira nem is számít szerintem rossz játékosnak. Igen. Oldtimer szélső, csak igen. És még Bartra mellett még egy középső védő Sidney, akivel szerintem amúgy elég jó párost alkothatnának, csak valahogy ez nem állt össze. Uh-huh. Hát, igen. Szerintem ezzel a kerettel például a Sevilla, Valencia, hát a szintjén kéne lenniük bőven, és nem a középmezőnyben helyezkedni el. Hát igen. Hát, nekem a Betis tipikusan az a spanyol csapat, ami mostanában jellemzi a spanyolokat. Tehát ez a tipikus, fölállunk, játszunk. Ez a tipikus, fölállunk, játszunk.
majd lesz valami, vagy megvárjuk, hogy jöjjenek. Tehát olyan ötlettelen az egész, és olyan öreg uras lett. Tehát így, ezt most így érteném az egész spanyol bajnokságra is. És ez látszik ezen a Betisen szerintem. Hát ugye itt tavaly az edző kikeszett ilyen volt, és ő sem tudott igazából megragadni, mert tavaly is úgy hasonló volt a helyzet, igaz, akkor egy Fekirrel, meg egy Iglesiasszal kövesebbek voltak. Hát de ott se a támadósor volt a baj, hanem inkább a védelem, és hát igen, az az... Pedig nem áll rossz nevekből. Nem, hát az a... Kapuba is Robles van, ugye? Igen, Sidney Bartra. Tehát ezek nem rossz belső védők, előttük William Carvalho, tehát ezek nem rossz játékosok. De egyszerűen nem áll össze az egész. Nem, pedig szerintem lenne bennük potenciál. Bőven. Na, ki jön? Hát, folytassuk akkor a német csapatokkal. Német csapatok? Te kit is? Ja, Frankfurtot. Hát, Frankfurtot. Frankfurtot. Én oda kíváncsi vagyok, mert... Na, hát ugye a Frankfurt is a 12. helyen áll. Igen. És lehet meglepő lesz, hogy őket írtam, hiszen nyáron távozott tőlük Haller, ugye, akit említettük már a West Hamnél, Rabic és szerb kollégája, Jovic hatalmas pénzért. Na hát, ugye ők finoman szólva sem váltották be a hozzáfűzött reményeket az új csapataikba egyébként. És nem érkeztek rossz pótlások, pedig Dost érkezett, ugye, aki elég gólerősnek számított a Bundesligába. André Silva, aki ugye nagyon felkapott név volt még a portós időszaka után. Ugye Kamadát is idén szerződtették, aki a bajnokságban például még gól se lőtt helyükre. És ezért továbbra is ott hagyottuk be egy Kostić, akinek tovább hatalmas szezonja volt, Rode, aki a Dortmund Bayernban is játszott azért, kapuba Trapp, Hinteregger, aki az osztrák válogatott alapembere. És igazából nem látom, hogy nagyon semmilyen csapat lettek idén. 38 gólt lőttek, 41-et kaptak, és igazából nem látod bennük, hogy feljebb vagy lejjebb. Alapjába véve otthon igazából idén erősek, és idegenben nagyon gyengék. Ennek elfér, de a legutóbbi meccsükön otthon simán kikaptak 3-0-ra a Bázeltől. Hát kisebb meglepetés volt. Hát igen. Is említhetünk ilyeneket. De nekik is jól jött a szünet, hiszen a Bázel meccsőt például a Leverkusen-től kaptak ki 4-0-ra nagyon simán. Hát igen. Látható a probléma igazából. Ott is. Hát igen, nem haladnak. Főleg a tavalyi nem haladnak sem erre. Hát igen. Na, szerintem ezt kibeszéltük. Igen, hát róluk igazából nem lehet sokkal többet mondani. Hát, hát úgy, ahogy az én német csapatomról sem nagyon, ugye ez a Werder Bremen, akik a 17. helyen állnak a Bundesligába, 18 darab ponttal, 27 lőtt és 55 kapott góllal. Tehát ez az 55 gól, ez a legtöbb, amit kaptak a ligába. És ez a 27 sem valami fényes. És ez a 27 gól, hát az se a legjobb, hát konkrétan az is a legkevesebb. Szóval ezt a legkevesebb, legrosszabb mutatót pont fölcserélték. És hát... Pedig ott van egy Paderborn is a bajnokságban. Hát mondjuk az a Paderborn is igazából csak ami egy góllal kapott kevesebbet, mint ők. Szóval ott is azért gáz van, de ott azért számítani lehetett, hogy nem biztos, hogy meg lesz a bennmaradás. Viszonyítva ehhez a Werder Bremenhez képest, aki hát tavaly, hát a mostanihoz nézve egy űrszezon produkált azzal a 7. helyen, finoman szólva, és olyan hűde nagy távozóik se voltak, ahogy én így láttam. Egyáltalán nem rabolták le őket szerintem. Tehát nem is volt, tehát ez a Bréma igazából így Németországon belül is általában azért így a csapatjátékra alapult. Tehát igazából csapaton belül voltak nagyon erősek, és így nem nagyon voltak kiemelkedő embereik, és ezt így ilyen nagyon idézőjelben rakom, hogy nem nagyon voltak, hogy nyilván volt, csak hogy nem olyan mértékben, mint mondjuk egy
más csapatbeli kiugró teljesítmény, mint most hozok egy példát, például a Genova Piontek. Ez sose volt meg a Brémában, és ez idén annyira kicsúcsosodott, hogy ez, hogy mennyire nem tart sem erre ez a projekt. Tehát itt voltak nagyon csúnya eredményeik. Tehát itt emlékezhetünk ugye a Bayern elleni 6-1-re, majd utána kaptak egy 5-ös a Mainz-tól, és egyszerűen teljesen abszolútus az egész történet náluk. Tehát, Még a kupába sikült a Dortmundot is meglepniük. Hát igen, például a kupába meglepték a Dortmundot. És elég érdekes meccsen. És... Hát ez a Werder igazából 11-12 évig egy stabil BL csapat volt. Azt egyszer csak megindult a lejtet, és szépen fokozatosan ideig jutottak el, hogy nagy valószínűséggel ki fognak idén esni. Hát nagy valószínűséggel, azért nagyon messze van az a bennmaradást érő hely, de még az osztály is nincs pontra van, ami azért Németországban elég soknak számít, mint a kieső csapatoknak. És még ott is van egy osztályozó akkor, ugye? Hát azért ott jó, a tavaly egy szélsőséges példa volt, de nem nagyon estek ki onnan csapatok. Tehát onnan azért nem nagyon estek ki csapatok, azért tavaly tudjuk, hogy ez az Union Berlin az csoda volt. Igen, ők szerintem felül is teljesítenek. Finoman szólva, és ők, hát kicsit előre beszélünk, lehet, hogy lesz egy ilyen, hogy akik nagyon felül teljesítenek, és hát az Union Berlin lehet, könnyen beszerepelhet benne. Igen, elképzelhet, hogy benne lesz. Mindegy, vissza... De még mindig nem olyan legegyértelmű csapat, aki benne lesz. Jó, hát az majd a legzenéje. Mindenki tudja. Na mindegy, tehát hogy ez a Bréma alapvetően nem áll rossz játékos keretből. Tehát kaptak egy olyan toprakot a védelembe így kölcsönbe a Dortmundtól, akivel nem hiszem, hogy így a védelembe ilyen rosszul kéne teljesíteni. Egy korrekt védő szerintem, hogy Bundesliga szinten. Hát Bundesliga természetesen, és még szerintem a dortmundi évei alatt sem valós szégyent a játék tudásába, csak hát őt is kicsit megfogta az idő, hogyha mondhatom így. De igazából tényleg a Bundesliga szinten egyáltalán nem állnak rossz nevek. Egyáltalán nem áll rossz nevekből ez a brémai védelem. Tehát ott van egy tavaly bravúrozó Pavlenka, aki szerintem nagyon durván felül teljesített, és nem vagyok benne biztos, mert nem... Hát ugye a cseh válogatott kapusa. Hát igen, cseh válogatott kapus, és nem akarok innyire XG-getésbe belemenni, de hogy ő, tehát ilyen 3, 4, 5 gól talán, nem akarok hülyeséget mondani, tehát ilyen 5 góltól mentette meg őket, és ez ilyen kicsit speciális szat, amikor konkrétan góltól menti meg, tehát az a hatalmas bravúr kategória, és ilyen, ő is ilyen 5 vagy 4-nél volt, tehát az is egy nagyon kiemelkedő statisztika, főleg kapusoknál, és hát tényleg, itt azért nagyon messze van az alagút vége, meg hát... Pedig hát azért itt elnézve a csapatokat, ez a Davy Klaassen, Rashica, Eggestein, azért nem rossz nevek. Nem, egyáltalán nem rossz nevek, és... És idén úgy néz ki, hogy Claudio Pizzaro sem tudja őket megmenteni. Igen. Hát mondjuk 41 évesen szépen, ha valakit még itt mentegetne a Bundesligába. Megtette már velük néhányszor. De igen, természetesen is. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz a szezon végén, hát én nem szólok nekik túlfényes jövőt. Szerintem se lesz az nekik. Hát igen. Na, szerintem áttérhetünk következő csapatodra, azért kiveséztük elég jól. Hát akkor... Ugye még van a Torino a Fiorentin, akkor a Fiorentinát mivel te is vétel, azt hagyjuk utoljára. Ja, hát akkor mondd a Torino. És akkor jövök a Torinóval. Hát ugye a Torino 15. helyen áll, pedig azért az utóbbi 1-2 szezonban szerintem egy nagyon stabil csapat voltak itt az olasz bajnokságot figyelembe véve. És elől olyan nevek vannak, hogy Simone Verdi, Simone Zaza, Andrea Belotti, a bajnokságban pedig 28 gólt lőttek ezzel a három csatárral. Hát igen, és azért itt ex-gól királyokról van szó. És, igen. És hát azért ezek elég nagy neveknek számítanak Olaszországon, és hát igen. Azért elég sok csapat megirigyelni ezt a támadósort, és hát valahogy nekik ez meg. Igen. Ugye ők nemrég cseréltek edzőt, februárban, jól emlékszem, azóta 3 meccs telt el,
és 3 vereség ott is. Hát jó. Pedig abból a 3 meccsből a legerősebb ellenfelük a Milán volt. Akik ugye idén nem azt az erőt képviselik, ja, igen, ezt amit kéne. Igen, ezt elfelejtettük leszögezni a videó elején, hogy a Milánt az egyik, azért nem írtuk fel, mert hogy ott akkora szakadék van, hogy az szerintem egy külön adásba ki lehetne fejteni, de hogy ott annyira nem működik. Az elvenne egy órát magába. Az eltöltene egy darab podcastet magába, hogy ott mi, mikor és hogy dölt be. Tehát, hogy ott azért ezért sem akartuk őket fölírni, nem azért, mert mondjuk nagyon ellenszenvesek lennék velük, csak egyszerűen nem. Nem éreztük hát súlyosnak, hogy őket ráírjuk, mert az tényleg az nagyon sok idő lenne. Igen, hát ők nem férnek szerintem bele ebbe az adásba, ők ezt is belevennénk. Picit kicsúsztánk az időből. Hát igen. Na de akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a Torinóra. Hát azért az a védelem sincs annyira összerakva, pedig azért egy Sirigu állott a kapuba, aki nemzetközi szinten is azért ott a PSG-ben. Igen. Elvédegetett. Elvédegetett, így szépen szólva. Igen, mert ez a 45 kapott gól sem néz ki jól ott a statisztikákban nekik. És hát olaszok. Ja, középpályák is elég stabil, ha csak azt mondod, hogy Rincon és Baselli van ott. Persze. Nem állnak egyáltalán rossz tevekből. És már látni egy keret alapján talán az a Atalantával egy szinten. Hát. Csak itt a menedzsment és az edzők közti különbség jön ki. Hát igen. Valami esetleg meg róla? Hát igazából ennyi róluk. Hát akkor én hoznám a legnagyobb gödröt szerintem. Ugye az Espanyol, akik hát furcsa módon kieső helyen állnak. A legutolsó helyen. Spanyol bajnokságban 20 darab pontot sikerült összeszedni 27 meccs alatt. Pedig már volt idén náluk egy vagy két edzőcsere is. Kettő edzőcsere volt. Kettő. Konkrétan. Akkor jól emlékeztem. Hát ugye, David Gallego nem feltétlen óta az, akit ugye tavalyi szezon után, az a tavalyi csoda után nem feltétlen hozta idén is ugyanazt a finoman szólva. Ugyanazt a teljesítmény a csapattal, őt váltotta Pablo Machin, nem tudom, hogy kell kimondani mindegyik. Hát őt a Sevillától is már kirakták tavaly. Hát igen, őt ugye tudjuk, hogy Sevillában se volt olyan túl sikeres, és hát itt se volt túl sikeres, ugye úgy mondva, mert egy darab győzelmet tudott felmutatni ezzel a kerettel. És hát most egy olyan Abelardo került oda, akivel igazából elindultak fölfele, és hát fölfele, nagyon idézőjelbe fölfele, mert most a február és most az új évben ugyanannyiszor nyertek, mint a bajnokságban előtte, tehát kétszer, 4 darab győzelmük van. És valamilyen szinten látni azért itt is csak azt tudom mondani, hogy az alagút végén a fény, de itt se feltétlen az látszik, hogy itt olyan tudatos dolgok lennének. Amúgy igen, hát nyáron ugye távozott a két legjobb játékosuk is. Igen, azért ide akartam átforgatni a dolgokat, hogy azért tényleg a Borja Iglesias, Hermoso. Azért hát igen, elment. Ugye Hermoso az Atletico-ba se teljesít rosszul. Hát ugye Iglesiasról már volt szó. Iglesiasról már beszéltünk, hogy tényleg. Hát, és az is elárul szerintem mindent, mert hogy itt annyira még a védelemmel nem is lenne gond, mert tényleg nem kapnak olyan vállalhatatlanul sok gólt, és ez a sok kapott gól inkább tényleg a nagyon rossz időszakukban volt jellemző. Tehát igen. Volt egy ilyen eredménysoruk, hogy 3-1, 2-1, 3-1, 1-1, 4-2, 2-0. És tehát volt egy ilyen korszakuk is, és most ez így kezd kicsit
letisztulni, még mindig azért a clean sheet-ekkel azért nagyon hadilábon állnak, de hogy nem csak a védelmen múlik, tehát igazából az mond el szerintem mindent erről az egész Espanyolról, hogy igazoltak idén, vagyis hát nem idén, hanem télen egy De Tomás Raúl nevű csatár, aki 4 gólt lőtt mióta a csapatban van, és ezzel ő lett a házi gól király. Hát ez nagyon csúnya leírja ugye a helyzetüket. És előtte volt egy olyan Vulej, aki 2 góllal volt, hát szerintem nagyon sokáig, én most nem akarok időrendbe belemenni, de hogy nagyon sokáig volt ő azzal a 2 góljával és a mínusz 6-os XG-jével a házi gól király. Hát igen. Szerint ez a espanyol idei szezonját, ez a Wolverhampton elleni párharc írta le igazából, hogy ők mennyire messze is vannak most a erősebb csapatoktól az idei szezon figyelembe véve. Hát nem is a nemzetközi szintű, hanem a rendes erős csapatok. Igen, mondjuk, mert azért a csoportból oké, valahogy tovább bevickeltek az Európa Ligába, de ott ugye egyben jött a Wolves, aki macska-egér párharcot rendezett igazából. Persze, mert azért az a Wolves jóval előttük jár úgy mindenbe. Igen. És azért régebb volt. És azért kevesebb ideje első osztályú csapat jóval az espanyol érába. Jó, hát azért picivel több pénz és szakértelem szorult oda. Picivel, nem sokkal, csak kicsivel. Na, szerintem jöhet akkor a közös csapatunk, amit mindkettőnknek sikerült felírnia, aki tényleg nekem a legelkeserítőbb dolog. Tehát annyira rossz látni ezt a Fiorentinát így, hogy tényleg olyan szinten jó játékosaik vannak, akiket itt teljesen, tehát tényleg teljesen elpazarolnak így. Hát elég csak Chiesát megemlíteni. Chiesa, Ribery, Cáceres, tehát azért ezek nem... Badej, horvát válogatott alapembere volt konkrétan a VB-n. Igen, és... És még egy név a védelemben, Milenkovic, aki tudja, több európai tépcsapattal is szóba hoztak, ilyen 40-50 millió eurós áron. Igen, és azért itt... Hát jó, voltak besült transferek, tehát ez a Kevin Prince-Boateng transfer, ez azért mondhatni nagyon értetlen besült. Volt értetlen nekem már volt, akkor is. És nagyon besült, és... Ja. Ribéry se tudja már megváltani a világot. Hát egyedül semmiképpen. Hát ezt most elmondom a nézőknek. Nekem sikerült még jóval ezelőtt a koronavírusos balhé előtt Olaszországban járnom, azon belül is Firenzébe, és ott megtekintettem a Fiorentina-Láció meccset, és ott is igazából tényleg jól játszott a Fiorentina. Tehát tényleg minden elismerésen tök jó meccs volt, és ugye jött a Láció dráma, ami hát jó, végigkíséri a szezonjukat, hogy olyan fatális védelmi hiba, hogy egy beadásnál egy Ciro Immobilét teljesen üresen hagyott a védelem, és hát ugye... Hát ő elég sokszor üresen maradt a szezonba. De nem, tehát egy ilyen tipik róna. Egy ilyen beadásnál egy Ciro Immobilét egyedül hagyni. Aki... Hát nem tudom. Hogyha a kapuval szembe van, szerintem az már egy fél gól a kapussal szembe. Ha nem 3/4. Főleg az idei szezonját nézve. És tényleg egy ilyen fatális hibával tönkretették az egész mérkőzésüket. Meg az is nagyon látszott rajtuk, hogy mindent Ribéryre akartak játszani. Tehát nagyon Ribéry központuk volt ott azon a meccsen a játékuk, és ugye többi meccsen is ezt véltem én felfedezni. Hát igen. Nekem konkrétan az olyan Fiorentinával, hogy maga a játékuk, hogy nincs. Vagyis úgy vannak. Igen. Úgy van, hogy Ribéry, vagy éppen ki ez a megoldja. Igen. Mert azért oké, bennük ott van az extra, de csapat szinten a játékosok ellenére annyira alul vannak szerintem. Ezt nagyon nem lehet elmondani idén róluk. Hát igen. Ugye itt azért volt egy edzőcsere is.
Hát az a Vincenzo Montella kezdte meg náluk a szezon, aki... Hát konkrétan volt egy jó időszak a Fiorentinával, azóta pedig csak csalódás az edzői karrierje. Hát igen, azért az a Milán korszakot én nem írnám be a legfényesebb lapjai közé az életrajzának. Sevillával egyetlen egy jó párharca volt, azon kívül kuka az is. Hát igen, és ez is kicsit olyan nekem, tehát nekem Vincenzo Montella, nekem az olasz David Moyes. Kicsit nagyot szólva, mert tényleg, tehát egy csapatnál tényleg nagyon megcsinált mindent, voltak BL szereplések, és kikerül a komfortzónájából, és egyszerűen nem tud teljesíteni. Nem, hát igen, ez az olaszoknál sokszor jellemző, hogy igazából csak egy adott helyen megy nekik egy adott időben. Hát igen. Például itt az előbb említett Immobile is hasonló cipőben járt, például a Dortmundba, Sevillába. Csalódást okozott itt meg Olaszországban, konkrétan a bajnokság egyik legjobb játékosa. Hát ha nem a legjobb, hát ő... Igen. Ugye azt hiszem gólrekordot is dönthet, nem? Hát könnyen aranycipő is lesz idén. Igen. Hát igen. Más valami hozzáfűzni való esetleg ehhez a... Ezekhez. Hát igazából. Mert most egy kicsit gondolkodok rajta, mert tényleg olyan hatalmas nevek nem mentek el tőlük, és... Nem, egyáltalán. Most ide lehetne mondani Lafontot, akit hát én se értek, hogy miért engedték el. Mert... De hosszú távon egy kapust ennyire, vagy egy csapatot ennyire ne viseljen meg a kezdő kapusának a távozása. De nem is feltétlen... Nem is feltétlen sínlette meg, mert azért Dragowski... Nem hoz olyan negatív statisztikát náluk, de egyszerűen nem áll össze ez az egész, és ilyen leginkább a taktikai éretlenséget, vagy fegyelmezetlenséget tudnám még hozzájuk kapcsolni így a teljes mértékben? Hát ez jellemző rájuk idén. Mert azért tényleg nincsenek, például a szárnyvédőkkel, Dalbert az egyik, jó, most lehet nagyot mondok, de hanem az egyik legjobb szárnyvédő a szérián belül, és láthatjuk, hogy jó, azt aláírom, hogy a szárnyvédő az nem feltétlen azt jelenti, hogy tud védekezni az illető. Igen, de egy nem top csoportban azért nem árt. Hát nem árt, és hát mindegy, én ezt se annyira értem náluk, de lehet, hogy jobban tudják, ki tudja. Lehet pont ők, vagy hogy fogunk kilábalni ebből az egészből. Hát azért tudom. Szerintem igazából rossz idők jöttek, mert konkrétan kézzájuk a távozása, az benne lehet a levegőben, hogy nem lesz valami drasztikus változás, és jelenleg a vírus miatt ennek nincs is bent a lehetősége. Milenkovics is könnyen távozhat. Kutróna igazából az, aki hát most ugye vele, de hogy is fogalmazzak, hát vele próbálják meg betölteni a Kevin Prince Boateng által is hagyott űrt. Eddig vele is sikertelenül, ugye? Hát igen. Finoman szólva. Hát igen. Igazából szerintem ennyit tudtunk összeszedni a Fiorentináról, és úgy összességében a csapatokról. Nem tudom, lenne még valami hozzáfűzni való ehhez az egészhez? Hát igazából én még több csapaton is gondolkoztam, ugye ott volt nekünk is az Azár és a Tatarem. Azt már ugye részleteztem, hogy én miért nem írtam fel őket. De igazából ugye a másik téma, amiről szó esett a felül teljesítő csapatok, ahhoz szerintem ugye többet is össze tudnék szállni, bár az nekem úgy jobban szembetűn a szezonból, hogy több ilyen csapat is van jelenleg. Hát igen. Mindenkik alul teljesítenek. Hát igen, egy olyan podcastünk még szerintem biztosan lesz. Köszönjük, hogyha eljutottatok eddig ebbe a podcastbe. Mi szerintem... És nem mondtátok végig.
Hát igen. Próbáltunk érdekesebb, érdekesen és érdekes csapatokat hozni. Nem tudom, mennyire tetszett nektek. Írjátok meg mindenképpen a véleményeteket, és ha tetszik, akkor nyugodtan lájkoljátok meg minden ilyen finomság. Én megköszönöm a figyelmet. Én is köszönöm, sziasztok! Sziasztok!